A tolnai testületi ülésen több fontos projektről is döntöttek. Kivitelezők választásáról és a beruházások ütemtervéről szavaztak a képviselők. A döntéseket egyhangúan fogadta el a testület. Fontos, hogy ne legyenek politikai viták a város előrehaladása érdekében, mondta Apelszoffer Ágnes, Tolna polgármestere. Döntöttünk arról, hogy a Mözsi óvoda elé parkolót építünk. Végre megvan az engedély, megvan a terv, úgyhogy minden szakhatóság ezt jóvá hagyta, úgyhogy lefolytatjuk az eljárást, és én nagyon bízom abban, hogy még ebben az évben a Mözsi óvoda előtt parkoló fog létesülni. A Tolnai Tűzoltóság és a Tolnai Kulturális Központ kéréssel fordult hozzánk, ugyanis a Kulturális Központnak a Mözsi Művelődési Háza bár néhány éve felújításra került, de a padlót elkezdték felcsiszolni, felpuposodott a padló, és amikor megbontották, akkor derült ki, hogy nagyobb a baj annál, hogy csak a padlók cseréje elegendő volna, úgyhogy mintegy 8 millió forintot biztosítunk ennek az épületnek a kijavítására, vagy ennek a problémának a javítására. Nagyon sajnálatos viszont az, hogy úgy tűnik, hogy ebben az évben ez nem tud megvalósulni, hiszen betonozásra is szükség van, a betonnak meg kell kötnie. Ez az idő, ez nem feltétlenül ideális erre, de hát a probléma az most merült fel, és nagyon fontos, hogy ezt is meg tudjuk oldani. A Deák Ferenc utcáról a sporttelepre vezető út felújítására is sor fog kerülni. A beruházásokon túl az önkormányzati dolgozók és juttatásban részesülnek, mondta a polgármester. Minden olyan önkormányzati és önkormányzati intézményben, illetve a Trena Kft-ben dolgozó egyszeri támogatásban részesül, aki akár egész évben, akár tört évben itt dolgozott ezeknél a hivataloknál, illetve intézményeknél. Ez egy gyakorlatilag a kafetéria összegnek az éves egyszeri kifizetése lenne, ez jellemzően ilyen 87 ezer forint nettó, amit szépkártyára utalunk. Én azt gondolom, hogy minden módon támogatnunk kell a munkavállalóinkat, hiszen nyilván a rezsiáremelkedés és az áremelkedés, az infláció mindannyiunkat érint, ugyan igyekeztünk béremelést még az év elején béremelésről dönteni, de tudjuk, hogy nagyon megterhelő nem csak a munkavállalóinknak, hanem másoknak is, úgyhogy mi rajtuk tudtunk segíteni ilyen módon. A csapadék víz elvezetése is fontos, megoldandó ügy a város számára. A Vásár téren, a Deák Ferenc utcáról a sporttelep felé levezető nagy árok, ami egy gyűjtő árok, tehát ami akár az úttestről, akár a zárt csapadék víz elvezetőkből levezeti a vizet. Ez egy nagyon-nagyon rossz állapotban lévő árok, úgyhogy most ezt előre vesszük, és most arról döntöttünk, hogy keresünk három kivitelezőt, akitől majd a gazdasági bizottság ajánlatot fog kérni. Én nagyon bízom benne, hogy bár most is ilyen esős idő van, de hogy ezt minél előbb meg tudjuk valósítani, és azt a problémát, amit az ott élők már évek óta jeleztek, azt minél hamarabb meg tudjuk oldani. A beruházások többsége 10 millió forintnál kisebb értékű.